Itt a Pálfához tartozó felsőrácegres pusztán erőszakolta meg, rabolta ki, majd verte össze a férfi a vele azonos nemű áldozatát. Jól ismerték egymást, a támadó nem sokkal a bántalmazás és az erőszak előtt még fát vágott a későbbi áldozata udvarán. Később leitta magát, majd visszament, hogy pénzt követeljen a súlyos beteg áldozattól, akit meg is vert, mielőtt elvett tőle 50 ezer forintot. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, ahol elfogtak egy 44 éves szintén pálfai férfit, akit azonnal elő is állítottak a rendőrségre. Az elsődleges helyszíni adatgyűjtés, valamint az ügy vizsgálata során kiderült, hogy a férfi bántalmazta a 61 éves férfit, több alkalommal ököllel megütötte őt, amelynek következtében az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A támadót azonnal őrizetbe vették, majd nem sokkal később kiderült, hogy nem csak egyszerűen megverte a súlyos beteg férfi áldozatát. A tiltakozó és védekezni igyekvő sértettet szexuálisan is bántalmazta, miközben egy késsel a kezében fenyegette, hogy ne ellenkezzen, mert megöli. A sértett a támadó bántalmazása következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Az erőszakos többszörösen visszaesőnek számító, legutóbb 6 évet börtönben töltött erőszaktevő támadónak ezért szexuális erőszak, súlyos testi sértés és rablás miatt is felelnie kell majd. A Magyarország kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel irányadó előírásoknak megfelelően a szexuális járásbíróság nyomozási bírája hétfőn délután távmeghallgatás útján tartott ülést a kényszerintézkedés tárgyában, amelyen minden tekintetben osztva az ügyész indítványban foglaltakat egy hónap időtartamra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A súlyos beteg férfit megerőszakoló és kirabló visszaeső támadó akár 10 év börtönt is kaphat.